A KUN apróságok néphagyományőrző táborról Szabóné Szentesi Máriával beszélgettünk. Ott jártunk, a gyerekek a Szent Anai Református Középiskolával ismerkedtek, ahol megnézték az aratást is. Az óvoda minden évben megrendezi a tábort. Minden évben megrendezzük, így igaz, és nagy szerencsére mindig is vannak érdeklődő gyermekeink. Ebben az évben sokkal több a fiú érdeklődő, így aztán ki nem hagyhatjuk a Szent Anaiba a traktorok megnézését, az aratásba is belenézhetünk, és a végén mindig megnézhetjük a száraz tészta készítést, a lekvárfőzést, és meg is ízlelhetjük. Az egy hét alatt próbálnak, ahogy a tábor elnevezése is mutatja, KUN apróságokat bemutatni a gyerekeknek olyan helyszíneken, ahol élményeket, tapasztalatot szerezhetnek elődeink hagyományaiból, életviteléből, értékeiből. Tegnap egy nagyon szép kirándulásunk volt a Benetanyán. Bene Sándor KUN kapitány fogadott minket, és a Pusztai Rókák Nomád Néphagyományőrző Egyesület fiatal tagjaival egy csodálatos bemutatót tartott a gyerekeknek. Citeraszó, karcagi énekek, a honos állatok, és hát a lovasi jász bemutató, ami mindig nagyon nagy sikert arat. Mennek még a múzeumba, ahol hagyományőrző játékokat játszanak majd a gyerekekkel, de voltak Tóth János fazekas mester műhelyében is. A héten még megyünk a múzeumba, mert az sem maradhat ki, mivel az intézményben több tábor is van, így aztán egymás között beosztottuk, hogy ki melyik napon látogathat el a múzeumba. Ott is mindenféle hagyományőrző játékokat fogunk játszani a gyerekekkel, de voltunk hétfőn Tóth János fazekas mester műhelyébe, ami szintén nagy élményt jelent a gyerekeknek. Délután ezeket az élményeket feldolgozzuk a táborba, hiszen agyagoztunk, és népi kismesterségeket be is beketek, hiszen tegnap két vendégünk is volt délután, Pincésné Sós Gyöngyi pedig a kunhímzés mutatta meg a gyerekeknek, és Andrásiné Peszeki Ági vezetésével mézes kalácsot készítettünk, díszítettünk. Az óvónők tarisznyát készítenek a gyerekekkel, de lesz csigatészta készítés is. Nem csak a vendégeink készítenek a gyerekekkel alkotásokat, hanem mi magunk óvónők is, hiszen tarisznyát készítünk. Holnap a csigatészta készítés sodrásával ismerkedünk meg, hiszen annak idején egy-egy nagy családi ünnepség el nem maradhatott a húsleves betétjeként a csigatészta, és ma már, hogy is kell ezt sodorni, hogy készült, ezt is próbáljuk megmutatni a gyermekeknek. A szülőktől pozitív a visszajelzés, a gyerekek annyi élménnyel térnek haza egy-egy nap után, hogy a szülőknek egész este mesélnek. Péntek délután a szülőket is várják a táborzáróra, ahol a héten készült alkotásokból kiállítás lesz. Lesz közös éneklés, citeraszó és táncház.